Ha arra gondolunk, hogy mi az, ami segít kifejezni az érzelmeinket, legyen szó akár dűről, szeretetről, bármilyen feszültségről, bánatról, szerintem sokunknak a zene jut eszébe. Hát pláne ezen a csatornán, hogy képes minket felvidítani, megnyugtatni, az érzelmeinket fokozni, de vajon mi állhat ennek a hátterében, milyen érzelmeket és hatásokat, milyen zene tud kiváltani belőlünk? Stanis Nikoletta, okleveles gyógypedagógussal, zeneterapeutával beszélgetünk. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy velünk. Üdvözöllek titeket. Mi az az első pont, amikor találkozunk a zenével? Milyen hatással tud ránk lenni első körben a zene? Hát ugye szerintem már sokan hallották, hogy az első akusztikus élményünk a zenében az az anyamében születik, amikor az édesanyák szívritmusára cseperedik a magzat. És egyébként is a ritmusnak nagyon fontos szerepe van a mindennapi életünkben. Ugye nem hiába születnek azok a mondások, hogy kizökkentem a bioritmusomból, vagy elvesztettem a ritmusomat, az arra utal, hogy valami nem kerek velem, és hogy mindenki arra törekszik, hogy ez az egyensúly ritmus visszakerüljön. És nyilván ennek a zenében is fontos szerepe van, és a zenével ezt jól tudjuk picit változtatni vagy alakítani. Akkor gondolom ezzel összefüggésben van, de mégis mitől van az, hogy a zene ennyire elementáris hatással van, nem csak a kedélyünkre, hanem a mentális állapotunkra is? Hát a mentális állapotra gyakorolt hatás számos idegtudományi vizsgálat bizonyítja egyébként. Ugye tudjuk, hogy zene hatására a jutalommal összefüggő agyi területek aktivizálódnak, melynek hatására a jutalom, az öröm és a motiváció hormon szintje emelkedik. Ugye ez a szerotonin, a endorfin és a dopamin, és ezért van, hogy tudunk ilyen katartikus élményt is megélni, vagy ilyen jutalomként tudjuk élvezni a zenét, akár egy ilyen ritmusos zenét, vagy számunkra kedves dallamokat. Mi a legfontosabb különbség a zene és a hangterápia között? Hát talán az első, hogy tehát a zeneterápiát kimondottan zeneterapeuta végzettséggel rendelkező szakember vezetheti, tehát aki nem ezen a területen képződött, az nem vezethet zeneterápiát, így módon aki hangterápiás képzésben vett részt, azt nem tudjuk mondjuk integrálni zeneterápiás munkába. Nincsen jártasságom a hangterápiában, de azt tudom, hogy ők inkább a rezgéssel, a hangoknak az energiájával, frekvenciájával dolgoznak, hogy arra megy a fókusz. A zeneterápiában kevésbé operálunk ezekkel a zenei frekvenciákkal. És mondjuk a klasszikus zenének mekkora szerepe lehet akár a zeneterápiában, akár mondjuk abban, hogyha az ember csak szépen otthon kicsit nyugodtabb, vagy akár koncentráltabb hangulatra vágyik? Hát a klasszikus zenét főként a receptív zeneterápia vonalán szoktuk alkalmazni. Ugye van az aktív zeneterápia, amikor mi magunk aktívan részesei vagyunk a zenének, mi zenélünk. A receptív zeneterápia, amikor befogadóként vagyunk jelen, tehát hallgatjuk a zenét, különböző zenei anyagokat, és ilyenkor például a klasszikus zenét szoktuk segítségül hívni. Egyik nagyon jó aspektusa a klasszikus zenének, hogy ilyen hosszabb időtartamú zeneművek születnek. Ugye azért a mai dalok ilyen rövidebb időtartamra vannak, vagy fókuszálnak. Másrészt meg nagyon-nagyon sok olyan zenei hangzás, illetve összhangzatok jelennek meg, amik nagyon jól tudják így a belső érzéseinket, gondolatainkat facilitálni. Mozarték még nem annyira rádióbarás lágereket akartak komponálni. Mik azok a legfontosabb hangszerek, amelyek segíthetnek a zeneterápiában, amelyek jó hatással vannak a zeneterápiára? És első körben talán maradhatunk a klasszikus hangszereknél, ha már a klasszikus zene napja van. Hát én klasszikus hangszereket kevéssé szoktak a kliensek használni, azt mi használunk zeneterapeuták, mert az a alap feltevés, hogy olyan hangszereket használjunk, ami mindenki számára megszólaltatható könnyen, ezzel is elkerülve mondjuk a kudarc élményt, úgyhogy főleg a ritmikus hangszereket szoktunk használni, akkor manapság nagyon divatosak ezek a nyelvdobok, vagy happy drum, hang drumhoz hasonló ütős hangszerek, mert az könnyen meg tudja szólaltatni mindenki. Az már egy nagyon jó kombináció tud lenni, hogyha maga a terapeuta játszik valamilyen klasszikus hangszeren, és azzal kíséri az adott kliensnek a zenei munkáját. Akkor itt már félig meg is válaszoltad azt a kérdést, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki zeneterápiában részt vegyen, mint páciens, akkor ahhoz elvileg nincsen szükség előzetes zenei tudásra. Talán elmehetünk mind a ketten. Igen. Bár mi már annyit tanultunk különböző zenészektől, hogy szinte úgy érzem, hogy van is valami tudásunk. Hát elvéletileg és gyakorlatilag sem szükséges, sőt, egyébként az így még könnyebb is tud lenni, mert könnyebben bele tudják magukat engedni ezekben a zenei interakciókba. Azt gyakran szoktuk tapasztalni, mondjuk a zenészek, akik ottához vannak szocializálni, vagy ugye magasabban képzettek a zenében, kevésbé tudják első körben mondjuk egy ilyen szabad improvizációs helyzetbe beleengedni magukat. Mi a tapasztalatod, milyen kedélyállapotban távoznak a vendégek mondjuk egy zeneterápia után? Mi az, amit ad a zeneterápia mentálisan, lelkileg?
Hát ugye attól függ, hogy milyen célcsoporttal dolgozunk, de mindenféleképpen a zeneterápiának az elsődleges céljai közé szokott tartozni a stresszoldás, a feszültség és a szorongásoldás, amit szintén nagyon sok tudományos bizonyíték támaszt alá, hogy hogyan csökkenti például a kortizol szintet. Úgyhogy ha mondjuk egy szorongóbb, visszahúzódóbb gyermek jön, nála egy-két alkalom után azt, ha jól csináljuk, amit csinálunk, akkor azt tudjuk tapasztalni, hogy oldottabban távozik. De mondjuk egy szorongó, visszahúzódó gyermeknél az a zene, vagy az a stílus, az lehet akár mélyebb, picit depresszívebb, visszafogottabb zene, vagy itt akár el lehet borulni, és tépni kell a gitárhúrokat, és úgy kiadni ugye a feszültséget. Mert én magamból kiindulva, hogyha stresszes vagyok, akkor általában kicsit mélyebb zenéket hallgatok. Hát igen, ez nagyon érdekes, hogy ki milyen zenéhez nyúl, és hogy ez nagyon jól tudja kommunikálni azt, hogy mi milyen pszichés állapotban vagyunk. De nyilván valakire, mondjuk, hogyha picit mélyebben van, inkább az ilyen pörgetős zene az, ami segít, tehát hogy nagyon izgalmas, hogy kire hogyan hat. Most nyilván egy szorongóbb gyereknél, nekem a praxisomból az a tapasztalatom, hogy inkább a csendesebb, lágyabb hangszerektől indulnak, és akkor úgy jutunk el szépen a hangosabb dobokig, vagy esetleg a gitár, nem tudom, húrajainak a tépéséhez. Kedves Nikolát, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezt a tudást. Én is köszönöm. Egy picit bele tudtunk csipegetni ebbe a fontos témába. Köszönjük, hogy itt voltál.